Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk hírei című rovatunk, amelyben naponta friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából, a Közel-Keletről és a világ más konfliktuszónáiból. Egyre harciasabb Kim Jong-un tényleg háborúra készül az észak-koreai diktátor? Egy milliméteres határsértést is háborús provokációnak fog tekinteni Észak-Korea. Alkotmányba is írják, hogy Dél-Korea a fő ellenség. Kim Jong-un észak-koreai vezető alkotmánymódosítást rendelt el, hogy Dél-Koreát visszavonhatatlanul is fő ellenségként határozzák meg, és kodifikálják a dél-koreai terület teljes megszállására vonatkozó kötelezettségvállalást az esetleges háború esetén, jelentette az észak-koreai állami média. Az észak-koreai központi hírügynökség a KCNA szerint Kim hétfőn egy kulcsfontosságú parlamenti ülésen elmondott beszédében olyan jogi intézkedések kidolgozására szólított fel, amelyek Dél-Koreát a megbékélés és az egyesülés partnerével ellentétesen határozzák meg. Véleményem szerint alkotmányunkban pontosíthatjuk Dél-Korea teljes megszállásának, leigázásának és visszakövetelésének ügyét. A koreai félszigeten kitörő háború esetén pedig népköztársaságunk területéhez fogjuk csatolni, mondta Kim. Továbbá szorgalmazta, hogy rögzítsék az alkotmányban az olyan oktatási programok megerősítését, amely révén az észak-koreaiak körében elterjed az a határozott elképzelés, hogy Dél-Korea visszavonhatatlanul is az elsődleges ellenség. Kim az ülésen továbbá hangsúlyozta azt, hogy súlyos és ideje múlt hiba Szöult partnernek tekinteni a megbékélés és egyesülés szempontjából, és három olyan ügynökség megszüntetéséről is döntött, amelyek a Korea-közi párbeszédet és együttműködést, valamint a turizmust és a gazdasági kapcsolatot voltak hivatottak előmozdítani. A hétfői találkozón Kim elrendelte, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy megszabaduljanak az elmúlt korszak maradványaitól, amelyek a Korea-közi megbékélés szimbólumainak tekinthetők. Jelenleg lépésenként haladva szigorú intézkedéseket kell hoznunk, hogy megfelelően elzárjuk az összes észak-déli kommunikációs csatornát a határ mentén, valamint teljesen elvágjuk a vasúti összeköttetést oldalunkon javíthatatlanul, mondta Kim. Továbbá elrendelte az egyesítés szimbolizáló, úgymond szemet bántó fennyeni emlékmű lebontását, amely 2001-ben épült a néhai alapító Kim Ir-sen egyesülési tervének emléket állítva. Mivel hazánk déli határa egyértelműen meg van húzva, az illegális északi határvonal és más határ soha nem lesz tolerálható, és ha Dél-Korea akár 0,1 mm-nyi területet is megsért a szárazföldünkből, légterünkből vagy vizeinkből, azt háborús provokációnak fogjuk tekinteni, jelentette ki Kim, és a háború esetleges újrakezdéséről szólva az Egyesült Államokat is megfenyegette. A háború rettenetes módon fogja elpusztítani a Koreai Köztársaság nevű entitást, véget fog vetni létezésének, és elképzelhetetlen megsemmisítő vereséget fog okozni az Egyesült Államoknak, figyelmeztetett Kim, aki azután mondott beszédet a legfelsőbb népi ülés hétfői ülésén, hogy két hete a két ország kapcsolatát két egymással ellenséges állam közötti kapcsolatként határozta meg. Yoon Suk-yeol, dél-koreai elnök kedden az esetre reagálva megfogadta, hogy többszörösen fogja megbüntetni Észak-Koreát abban az esetben, ha provokációt hajt végre Dél-Korea ellen. A hagyományos álcázott béketaktika, amely a háború és a béke közötti választással fenyeget, többé nem fog működni, jelentette ki Yoon hozzátéve, hogy a hamis béke csak még nagyobb veszélybe sodorhatja az országot. Az északi nép egy nép velünk, és ugyanúgy joguk van élvezni a szabadságot, az emberi jogokat és a jólétet, mint nekünk, mondta Yoon, aki ugyanakkor a fennyeni rezsimet nemzet és történelem ellenes csoportnak nevezte. Putyin szerint Ukrajna hamarosan eltűnhet a térképről, az orosz elnök szerint a kezdeményezés már Oroszország kezében van. Az ukrán fegyveres erők ellentámadása kudarcot vallott, és ha ez így folytatódik tovább, akkor Ukrajna államisága hamarosan megkérdőjeleződik, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában orosz városvezetők előtt. Putyin szerint, ha az ukrán fél nem vetette volna el a béketárgyalásokat, amivel ismételten bebizonyította függőségét, akkor már vége lenne mindennek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök békejavaslata lehetetlen követelményeket támaszt a tárgyalásoknak,
ugyanis lehetetlen, hogy Oroszország föladja azt, amit az elmúlt másfél évben elért, mondta Putyin, aki egyúttal lehetetlennek nevezte az orosz nép legyőzését. Ha folytatódik az, ami most történik, ami most zajlik, akkor most már teljesen nyilvánvaló, hogy nem csak az ellentámadásuk bukott meg, hanem hogy a kezdeményezés az orosz fegyveres erők kezében van. Ha ez folytatódik, akkor helyrehozhatatlan, nagyon súlyos csapás érheti az ukrán államiságot, vélekedett az orosz államfő. Elutasították a tárgyalást, hiszen ők voltak azok, akik végül elutasították, pedig már mindenben megegyeztünk. Egy nappal később azonban az összes megállapodást a szemétbe dobták, mondta Putyin, és hozzátette, hogy ezt később még az ukrán tárgyaló küldöttség vezetője is elismerte, hiszen Kijev készen állt a megállapodásra, de Boris Johnson, akkori brit miniszterelnök lebeszélte erről. Őrültek, nem? Ha nem utasították volna, akkor már régen, másfél évvel ezelőtt vége lett volna mindennek, jelentette ki az orosz vezető. Emlékeztetett arra, hogy az ukrán függetlenségi nyilatkozat semleges államként határozta meg Ukrajnát, de mint mondta, a nacionalista elemek agresszívabbnak bizonyultak, és elkezdték a saját programjukat erőltetni. Ez vezetett el a mai helyzethez, szögezte le Putyin. Aki szerint nem Ukrajna katonai támogatása a legfontosabb, az Putyin csatlósa, állítja a belga külügyminiszter. Ukrajna katonai támogatása abszolút prioritás. A nem szűnő orosz támadások intenzitásának erősödése miatt az uniós szolidaritás fokozása szükséges, jelentette ki Hadja Lahib, belga külügyminiszter Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének Ukrajnának szánt katonai segítség nyújtására vonatkozó uniós kötelezettségvállalás betartásáról szóló vitán a belga külügyminiszter azt mondta, az ukránok napról napra megmutatják, milyen példátlanul bátrak és képesek felvenni a harcot az orosz agresszióval. Megmutatják, hogy Ukrajna része az európai családnak, mondta. Rendelkezésünkre áll minden forrás, hogy Ukrajnát hosszú távon támogassuk. Ez Európa érdeke is, hiszen az orosz agresszió a mi értékeinket és önállóságunkat is veszélyezheti, fogalmazott a belga külügyminiszter, aki fontosnak nevezte az ukrajnai pénzügyi és katonai segítségnyújtás fenntartását, és azt mondta, aki ennek ellenkezője mellett érvel, az Vlagyimir Putyin orosz elnök oldalán áll. Kijelentette azt is, hogy Oroszországgal szemben az Európai Uniónak egységesnek kell maradnia, és fenn kell tartania a Moszkva elszigetelését célzó nemzetközi szintű politikáját. A szankciók fenntartásával csökkennie kell annak, hogy Oroszország finanszírozni tudja ukrajnai háborúját. Ezzel összefüggésben megjegyezte, az orosz gazdaság meggyengült, az orosz fizetőeszköz a rubel értéke jelentősen csökkent a nemzetközi pénzpiacokon. Közölte továbbá, hogy az Európai Unió tanácsának január elején kezdődött féléves belga elnöksége megkívánja tárgyalni annak lehetőségét, hogy az Európában befagyasztott orosz vagyont el lehessen kobozni, és Ukrajna újjáépítésére lehessen felhasználni. Fenn kell tartanunk a béke érdekében folytatott erőfeszítéseinket, amit senki más nem akar jobban, mint maga Ukrajna, tette hozzá beszédében a belga külügyminiszter. Ukrajnának kell adni Oroszország befagyasztott vagyonát, írja tanulmányában a Columbia Egyetem világhírű közgazdász professzora Joseph E. Stiglitz. Miközben Oroszország Ukrajna elleni háborúja továbbra is óriási károkat okoz mind regionális, mind globális szinten, az ukrán nép és szövetségesei figyelemre méltó elszántságról és bátorságról tesznek tanúbizonyságot. Közel két évvel azután, hogy Oroszország megkezdte az Ukrajna elleni teljes körű invázióját, egyre világosabbá válik azonban, hogy a nemzetközi közösség sokkal többet segíthet, és kell is segítenie Ukrajnán, írja a Columbia Egyetem professzora. Miközben a G7 országok és szerte a világban más államok kormányai rendkívül bőkezően támogatták Ukrajna háborús erőfeszítéseit, világszerte bizonyos helyeken ezzel kapcsolatban már a belefásultság növekvő jelei láthatók. Úgy tűnik, erre Oroszország eleve számított. Miután az Egyesült Államok és az Európai Unió decemberben nem volt képes több mint 100 milliárd dollárnyi Ukrajnát segítő támogatásra kötelezettséget vállalni, lehetséges megoldásként újra felmerült a nyugati országok által befagyasztott orosz vagyoneszközök lefoglalása. Bár az orosz vagyoneszközök elkobzása fokozhatná az ukrán morált és javíthatná Ukrajna pénzügyi helyzetét,
A politikai döntéshozók az Atlanti-óceán mindkét oldalán óvatosak ezzel kapcsolatban. Ahogyan arról a New York Times nemrégiben beszámolt, vezető amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy egy ilyen precedens teremtése más országokat elriasztana attól, hogy pénzeszközeiket a New Yorki Federal Reserve-nél helyezzék el, vagy dollárban tartsák azokat. Ez a fajta aggodalom, miszerint vagyoneszközeik esetleges jövőbeli lefoglalásától tartva más kormányok bizalmatlanná válnának azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államokban tartsák pénzeszközeiket, azonban figyelmen kívül hagy néhány kulcsfontosságú szempontot, írja Joseph E. Stiglitz. Oroszország befagyasztott vagyonának lefoglalása szerinte nem érinteni más országok vagyonát, és nem változtatná meg a pénzeszközök USA-ban való tartására vonatkozó ösztönző tényezőket azon kormányok számára, amelyek nem terveznek nagyobb háborút. Sőt, azzal, hogy nem foglalják le ezeket a pénzeszközöket, a nyugati országok azt a jelzést küldik, hogy a brutális háborút elindító kormányok megsérthetik a nemzetközi jogot, és egyúttal hasznot is húzhatnak belőle azzal, hogy elkerülik tetteik következményeit. Ehelyett a G7-ek vezetőinek egyértelművé kellene tenniük azt, hogy egyetlen ország sem érheti el ezt a két dolgot. A vagyon lefoglalás béketeremtő intézkedésként hathat azzal, hogy elrettent más rossz szándékú aktorokat a nemzetközi jog megsértésétől. Ha az orosz vagyoneszközök lefoglalásának feltételezett negatív hatása más országok azon szándékára, hogy az Egyesült Államokban és Európában helyezzenek el pénzeszközöket valós lenne, akkor az nyilvánvalóvá vált volna, amikor ezeket a pénzeszközöket 2022 elején befagyasztották. Nem történt azonban ekkor tőke kivonás az USA-ból vagy Európából. Ennek részben az az oka, hogy kevés biztonságos alternatíva van a bevett pénzügyi rendszerrel szemben. Ha azt feltételezzük, hogy a kormányok valóban óvakodni kezdenek attól, hogy az USA-ban, Európában vagy Japánban tartsák az eszközeiket, akkor felmerülhet a kérdés, hogy hol máshol helyezhetnék el ezeket a vagyonokat. Még ha félreteszik is például a tőke korlátozással kapcsolatos aggályaikat, akkor is nagyobb biztonságban éreznék-e magukat, ha például kínai intézményekben tartanák a pénzüket. Ráadásul, bár az európai és japán intézmények számára előnyös lehet, ha más potenciális úgymond latorállamok úgy döntenek, hogy nem az USA-ban tartják eszközeiket, a pénzügyi hatás elhanyagolható lenne. Valójában sok közgazdász úgy véli, hogy ilyen tőke beáramlás inkább költséget, mint sem hasznot jelent, mivel szerintük ez valuta felértékelődéshez vezet, megnehezítve az exportot és az importtal való versenyt, ami munkahelyeket számolhat fel. Természetesen a vagyoneszközök befagyasztása miatt néhány pénzügyi cég veszteségeket könyvelhet el. Az Egyesült Államokban tartott pénzeszközök nagy része azonban egyszerűen a Fednél van elhelyezve, amiből így a Wall Street közvetlen hasznot nem realizál. Ugyanez vonatkozik a Euroclear belga pénzintézetre is, ahol az orosz eszközök nagy részét tartják. A vagyonelkobzás elleni másik érv az, hogy azt csak egyszer lehet végrehajtani, mert ha azt egyszer már bevezették, egyetlen ország sem hagyná tartalékát vagy más eszközeit az USA-ban vagy az Európai Unióban. De még ha ez igaz is, ez az érvelés nem meggyőző. Egy olyan megoldás, amelyet nem lehet használni, lényegében értéktelennek tekinthető. Annak használatára valójában soha nem volt megfelelőbb idő, mint most, érvel az amerikai professzor. Végső soron Oroszországot felelősségre kell vonni, bár Oroszország nem tudja teljes mértékben kárpótolni Ukrajnát az általa okozott pusztításért, legalább a fizikai infrastruktúrában keletkezett károkat ki kell fizetnie, és fedeznie kell az újjáépítés költségeit. Amikor egy személy valakinek kárt okoz, akkor kötelezik arra, hogy rendezze a kárt. Ilyen esetben gyakran lefoglalják az adott személy vagyonát, hogy megvalósulhasson a károk rendezése. Ugyanez az elvonatkozik az országokra is. Bár a vagyoneszközök lefoglalása egy nehéz folyamat, Oroszország esetében ez nem igaz, mivel a lefoglalandó vagyoneszközöket már befagyasztották. Jogi szakértők azzal érvelhetnek, hogy jobb megközelítés lenne Kijevnek hiteleket biztosítani, amihez a befagyasztott eszközöket biztosítékként lehetne felhasználni, mivel ez arra kényszeríteni Oroszországot, hogy válasszon Ukrajna közvetlen kártalanítása, valamint a befagyasztott pénzeszközeinek elkobzása között. Az ilyen technikai kérdéseket azonban jobb, ha a jogászokra bízzuk, írja a professzor.
A valóság az, hogy Ukrajnának most pénzre van szüksége, amely pedig nyugati ellenőrzés alatt áll. Lelkiismeretlenség lenne nem arra használni ezeket a forrásokat, hogy Ukrajna megnyerje ezt a háborút, és az újjáépítéshez szükséges tőke biztosítva legyen. Észszerűtlen elvárni, hogy az európai, amerikai és ázsiai adófizetők és donorok viseljék Ukrajna újjáépítésének költségeit, amikor maga Oroszország jelentős, bár nem önkéntes hozzájárulást tudna ehhez biztosítani. Az elkobzott pénzeszközök konkrét felhasználása azonban másodlagos kérdés. Míg az Ukrajnának juttatott amerikai védelmi támogatás 90%-át az Egyesült Államokban költik el, az elkobzott orosz vagyont helyben az ukrán erők támogatására és a hatalmas forrásokat igénylő újjáépítés finanszírozására lehetne felhasználni. Persze Oroszország befagyasztott vagyonának lefoglalása nem mentené fel a nyugatot azon felelőssége alól, hogy katonai segítséget nyújtson Ukrajnának. Győzelem nélkül ugyanis nincs újjáépítés. Mindazonáltal az a tény, hogy Ukrajna újjáépítése végül 1000 milliárd dollárba kerülhet, ami a befagyasztott vagyon értékének több mint háromszorosa, talán meggyőzi azokat, akik még mindig vonakodnak attól, hogy ezeket a forrásokat az újjáépítés finanszírozására fordítsák. Természetesen sem ekkora pénzösszeg nem tudja meg nem történtté tenni azokat a hatalmas károkat, amelyeket Oroszország háborús agressziója okozott Ukrajna gazdaságának és népének. A befagyasztott orosz vagyontárgyakra azonban úgy tekinthetünk, mint annak a jóvátételnek az előlegére, amelyet a Kremlnek végül meg kell fizetnie, zárja elemzését a Columbia Egyetem professzora. Ez volt tehát a háborúk hírei adása, január 17-én Morvai Péter szerkesztőt hallották. Ha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 53 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Szép napot kívánok, és találkozunk legközelebb is!